is a meghívást, és az alkalmat is, hogy voltak éppen itt ennek az előadásnak a keretében, illetve ennek az előadásnak arra való készülés során, hát saját magammal találkozhattam újra. És ez egy ilyen nagyon furcsa, nagyon érdekes élmény volt, és ezért is adtam ezt a címet neki, találkozás egy fiatal emberrel. Ugye ennek a helyzetnek magyar kulturális kánonban van egy emblematikus műve, a Karintinak az 1913-ban írott találkozás egy fiatalemberrel, ami ugye épp arról szól, hogy feleségével sétálgatnak, és akkor találkozik ugye önmagával, hogy mi történt itt az elmúlt években, évtizedben, hol vannak a találmányok, a repülőgép, mi történt az országgal, és hát erre különböző válaszokat ad itt a Karinti. És igazából azért tartom ezt most egy fontos kiinduló pontnak, mert ugye egy valami olyan állapottal szembesíti, vagy szembesül itt az író, amihez képest ugye a jelen megítélhető, amihez képest a jelenről különböző dolgokat vagyunk képesek elmondani. És voltak éppen az a múlt, amivel most szembesíteni szeretném a jelennek az atomenergia körüli diskurzusait, az a rendszerváltás környékén az ófalui atomtemető körüli konfliktusnak a területe. A két kutatásom volt ezzel kapcsolatban. Az egyik az még 2000-es évek elején jelent meg először német, aztán most adott lehetőséget Kaligram, hogy 2010-ben ez magyarul is megjelenhessen, és kicsit visszatérjek ehhez a témához, és kicsit újra gondoljam az, hogy mi is történt ezen a területen. Szóval számomra ez egy elég drámai szembesülés volt azzal, hogy mi történt a Magyarországon a nukleáris energia környékén, a közbeszédben, a kommunikációban. Én közben nem foglalkoztam ezzel a témával. Hát az, akkor próbáljuk így, mintha egy krimi volna így elindulni. Ugye ez a színhely 1983. decemberében jelölték ki ezt az ófalui, egy akadémiai döntés értelmében ezt az ófalui helyszínt, de rejt más meglepetéseket is ugye ez a táj. Nem messze, ugye látható Bátaapáti, ahol végül is elkészült az a kis és közepes atomhulladékot, aktivitás atomhulladékot tároló létesítmény, ami végül is Ófaluban nem valósulhatott meg. Hát voltak hőseim. Egy szociológus hősöm volt, egy Ulrich Beck nevű a kutató, illetve egy angol antropológus hölgy, aki Amerikában oktatott, Mary Douglas, és két könyv volt, ami mentén én ezt az egész diskurzus megpróbáltam értelmezni és bemutatni. Az egész kutatásom voltak éppen így a, hát tetszik így a kulturális antropológiának, mint egy módszertannak a bűvöletében fogalmazódott meg. Én azt azért találtam ezt fontosnak, mert azt gondoltam, hogy ezzel a módszerrel közel lehet menni a különböző csoportokhoz. Meg lehet azt látni, hogy ennek a konfliktusnak és ennek a diskurzusnak a különböző résztvevői a
atomerőműnek a mérnökei, a különböző értelmiségi csoportok a helyszínen, a tudománynak a képviselői milyen valóságokat építenek fel, hogyan, milyen érdekek mentén valósítják meg cselekvéseiket, milyen kommunikációs gátak léteznek közöttük. Én azért is tartottam fontosnak ezt az egész atomenergiának, nukleáris energiának a problematikáját, mert ugye itt voltak éppen nem csak egy energiáról, nem csak egy technológiáról van szó, hanem azért ezen keresztül voltak éppen, és azt gondolom, hogy erről szól ez a konferencia is, vagy ez a találkozás is, voltaképpen a jövőről beszélünk. Egy társadalomnak a jövőjével kapcsolatban fogalmazódnak meg különböző koncepciók. De azt gondolom, hogy ez az egész diskurzus nagyon jól rámutat arra, hogy mi a viszonyunk mondjuk a tudományhoz. És nagyon jól képes arra, hogy a nyilvánosságnak a működésmódjait, működési zavarait, szabályszerűségeit ezen keresztül láthassuk. Az a keret, amiben akkor is gondolkoztam, és amiben szívesen gondolkozok most is erről az egész problematikáról, ez egy ilyen kommunikatív kontextus, amely úgy tekint erre a területre, mint egy speciális arénára, ahol különböző szereplők különböző kommunikációs valóságokat konstruálnak meg. És ezt próbáltam vizsgálni, vagy próbáltuk diákokkal közösen vizsgálni, hogy milyen speciális feltételrendszerek, értékrendszerek mellett működnek ezeknek a kommunikációs valóságoknak a megkonstruált, vagy a konstrukciói, stb. És nagyon különböző ilyen típusú valóság szeleteket próbáltunk elkülöníteni. Én most háromról szeretnék beszélni, ahol nagyon látványos változás, nagyon látványos átalakulás történt meg véleményem szerint ahhoz képest, amit ott találtunk, ott valahol a rendszerváltás után, a 2000-es évektől kicsit vissza. Tehát, hogy ez pedig a vállalati szervezeti szféra, a tudománynak, a szakértőknek a területe és a nyilvánosság. Egy teljesen hihetetlen és ilyen elzárt területre lett betekintésünk ebben a nagyon furcsa és nagyon kivételes ilyen történelmi pillanatban, amelyet nyilván a rendszerváltás hozott létre. Most, hogyha ezzel a, és erről viszonylag részletes interjúk, dokumentumok álltak a rendelkezésünkre, amely ennek a szervezeti kultúrának a működését, amely mentén rekonstruálni tudtuk, és amely mentén megértettünk különböző döntési helyzetekben adott reakciókat. Most ehhez képest, amennyire látom, a jelenlegi helyzet nem ennyire, hát hogy úgy mondjam, rózsás. Tehát, hogy egy fekete doboz gyakorlatilag ez a szervezeten belüli kommunikáció, nem lehet igazából látni a szervezeti térnek és a szervezeti kultúrának az átalakulását. Ugyanúgy a szervezet és a hatalom közötti kapcsolatok, amelyek ott a 90-es évek közepén azért az interjúk során nagyon jól dokumentálható formában előkerülő tematizációk voltak. Ezek is egy ilyen szürke, fekete zónába kerültek. És a szervezet és a társadalom közötti kommunikációt pedig különböző professzionális szereplőknek megjelenése és tevékenysége kezdi uralni. Ugye létrehozták a különböző társulásokat szinte mindegyik területen, ahol különböző kommunikációs ügynökségek, PR cégek végzik a munkát. Na most ugyanígy nagyon érdekes
ez az átalakulás, amely a tudományos szféra szakértőknek a vonatkozásában történt meg. Nagyon komolyan felvetődött ebben az egész ilyen ófalui kontextusban a tudományos tudás státuszának, az ellentétes vagy a különböző szakvélemények egymáshoz való viszonyának, és ott is a státuszának a problémája, hogyan értékelhető a szakértők és a hatalom közötti kapcsolatok, viszonyok. Rengeteg ehhez kapcsolódó interjú készült, és ugye több szakértői csoport dolgozott ezen, az ugyan több vita is lezajlott erről az egész ilyen problematikáról. A végén már a nyilvánosság előtt. És ugye azt lehet látni, hogy itt is van valami fajta bezárulás. Tehát, hogy mind a tudományon belül egyáltalán nem tematizálódik ez az egész problematika. A társadalom és a tudomány közötti határoknak ez a problémává válása. Ugyanígy a tudománynak és a nyilvánosságnak a kapcsolatában is ilyen hasonló deficitek mutatkoznak. Úgy, sokszor előkerül az a kérdés, az a probléma, hogy ezek a tudományos kérdések hogyan fordíthatók le egy szélesebb közvélemény által fogyasztható nyelvre. Mit jelent a tudományos ismeretterjesztés egyáltalán ezen a területen? Tehát, hogy ez megint azt gondolom, hogy nem egy tisztázott, végiggondolt, átgondolt folyamatok zajlanak ezen a területen. Nos, a nyilvánosság szférájában is azt gondolom, nagyon érdekes, és ezt a korábbi tendenciát megerősítő változások zajlanak. Tehát az egész ilyen ófalui konfliktus azért a magyar sajtónak, vagy a magyar médiának a nagykorúvá válását jelentette, vagy az egyik legalábbis ilyen fontos eseménye volt. Tehát erre rengeteg cikket, tanulmányt lehetne, vagy tehát rengeteg cikket lehetne felhozni, és ezt kutatásunk során meg is tettük, amelyek ugye arról szóltak, hogy milyen aktív szerepet játszott ebben az egész ilyen ófalui konfliktusban a tömegkommunikáció, hogyan jött rá arra a szerepre, hogy voltak éppen számára a hatalomnak az ellenőrzése, a különböző döntési folyamatoknak a nyilvánosságra hozatala az egyik ilyen legfontosabb feladata. Na most itt azt gondolom, hogy itt is jelentős visszalépések történtek. Tehát, hogy a magyarországi médiarendszeren belül egész egyszerűen hiányoznak olyan fajta infrastruktúrák, amely folyamatosan napirenden tartanák ezt az egész kérdést, vagy csak marginális szerepet játszanak. Tehát a nukleáris energiával kapcsolatos kérdések szinte csak véletlenszerűen vagy alkalomszerűen jelennek meg különböző nyilvános szintereken. Ezt több pont van még itt, amelyet erre a diára kiírtam, amelyek nem mennék végig, de nagyon érdekes az országos és lokális szintnek például a különbség a nyilvánosságon belül. Tehát azt lehet mondani, hogy a lokális médiumok még inkább árnyékban vannak ezen a területen, még inkább hallgatnak erről a témáról, és ez nagyon érdekes itt például Baranyában, ahol ezek a kérdések azért akkumulálódtak. És hogyha összevetjük ezt azzal az egész folyamattal, vagy összevetjük ezt azzal a történéssorral, amelyet Ófalu kapcsán találtunk, akkor azt látjuk, hogy
hogy mint hogyha teljesen ellenébe, tehát az ellenkezőjébe fordult volna a médiának az atomenergiához, a nukleáris energiához fűződő viszonya, tehát ezek a fajta ilyen beállítódások vagy attitűdök tényleg meglehetősen változékonynak tűnnek, amire erről Vári Anna beszél. Megpróbáltam egy ilyen összefoglalást itt a végén adni, hogy ugye egy csomó minden lezajlott ezen a területen. Ezekben a különböző telepítési konfliktusokban azért jól látható. Tehát, hogy intézményesült valamennyire ez az egész szervezeti tér. Megjelentek professzionális a szervezetek ezen a, vagy ezekben a folyamatokban. Ugyanakkor, minthogyha ezzel párhuzamosan, egy ilyen társadalmi szinten maga a kérdés vagy a probléma eljelentéktelenedett volna, minthogyha teljesen sokadlagos kérdéssé vált volna. Tehát nincs valódi diskurzus sem az atomenergia, sem a nukleáris hulladék politikák körül. És hogyha ezeket az különböző kis történeteket egymás mellé helyezzük, Paksot, Ófalut, Bátapátit, Bodát, ugye a paksi erőmű bővítést, hogy ezek valahogy nem állnak össze egy ilyen történetté. Azt lehet látni, hogy különböző korszakokban különböző ilyen kockázatkommunikációs technikáknak az alkalmazása történik az egyes ilyen problémák kapcsán, de igazából nincs folyamatosság, és nincs fejlődés sem a diskurzusnak a szintje. Tehát, hogy ez mondjuk az én ilyen látleletem egy ilyen 10 éves perspektívából, és voltak éppen azzal zárnám, hogy ugye ez a Karinthi novella ez ugye úgy fejeződik be, tehát mikor meglátta egy korábbi önmagát, akkor úgy elgondolkozik, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a sztorival. És akkor azt mondja, hogy hát ez egy versnek ez talán kicsit hosszú lenne, és hogy tanulmánynak meg lehet, hogy rövid, úgyhogy akkor ezt most megtartottam előadásnak. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.